hiába mondod azt, hogy ne fogd meg, ne nyald meg a kezed, ezt úgyis meg fogják tenni, tehát mit tudunk tenni? Az immunrendszerét erősítjük. Csókolom tanárnő, ezen a héten sajnos még nem, mert lázas, köhög, a félosztály benne van. Az igen. Ha vitaminokba gondolkodunk, akkor mindenféleképpen a D-vitaminra gondolnunk kell. Sokkal több D-vitaminra van szükségünk, és sokkal több funkciós a D-vitamin, mint ami az eddig volt a köztudatban. Tehát aki nem adta nyáron a D-vitamint a gyerekének, az nagyon sürgősen kezdje eladni. Ha azt mondom, hogy az alsós korosztályról beszélünk, akkor azoknak a gyerekeknek nyugodtan 2000 nemzetközi egységnyi D-vitamint lehet adni, a felsős korosztálynak pedig súlytól függő, hogyha erősebb, magasabb, akkor szinte felnőtt dózisokat is lehet adni. Napsugárzás, igen, intenzíven kiveszi a C-vitamin tartalékot a szervezetből, tehát a C-vitamint is el kell kezdeni pótolni. Nagyon fontos az, hogy a szülő adjon vizet a gyerekének, tehát fontos, és felhívja a figyelmet arra, hogy idd is meg, és ne üdítőket adjunk a gyerekeknek, hanem vizet vigyenek magukkal. Nagyon jó, hogyha izgulós a gyerek, akkor citromfűből csinálhatunk egy gyenge, vékony kis teját. De a rojbosz, a vörös teja is rendkívül jó, azt is lehet nyugodtan élvezeti tejaként is. Esetlegesen egy kis gyümölcstejával lehet párosítani, hogy szívesebben megígja a gyerek, de mindenféleképpen valamilyen gyógynövényes teját adjunk, ha nem víz, és ne cukros üdítőt. Vannak olyan gyógynövények, amelyek például a felső légúti védelmet erősítik, ilyen az echinácea purpurea, vagy kasvirágnak is hívják. Vannak nagyon jó olyan gyógynövények, a bodorrózsa kivonata például, ami szopogatós tablettában már a gyerek, ha elszopogat, akkor több óra hosszán keresztül védi a szájnyálkahártyát a vírusok behatolásától. Csókolom tanárnőn, a szerencsére meggyógyult, úgyhogy holnap mehet. Matek dolgozat? Holnap. Csak nehogy visszaessen.